Szóval így jártam anyátokkal. Már az elején észrevettem, hogy a készítők nem figyeltek oda, mert a film első része egy visszaemlékezéssel indul az első évadból, amikor Robinnal először ültek le a McLaren spárban. Ebben a jelenetben azt mondja, idézem, ráadásul itt nincs egy barátom sem. Már hogy ne lenne barátnői? Amikor Teddel először találkoztak, már akkor is voltak barátai. Akkor velük beszélgetett, hát akkor nem értem. Kicsit csalódtam, hogy ezt elfelejtették. A második negatívum, hogy az egész évad Barney és Robin esküvőjére épül, de a finálé első részében már, amikor 3 éve házasok, elválnak. Nem azért, de azért ez egy kicsit idegesít. Hogy egyszer együtt vannak, aztán szakítanak, aztán megint együtt vannak, és most elválnak. Az utolsó negatívum a finálé második részében szerepel, mondjuk ez egyértelmű volt, nem mindegy, az az ember, akit 8 éven át találgattunk, hogy ki lehet, szívbetegségben meghal az utolsó részben. Összességében ezen lepődtem meg a legjobban, nem tudom, ez hogy pattant ki a fejükből. De jöjjenek a pozitívumok. Az első pozitívum, hogy várjatok, mindjárt eszembe jut valami jó is erről a sorozat befejezésről. Ted búcsúzós jelenete szerintem elég jól sikerült, attól függetlenül, hogy el sem ment. Nekem az anya karaktere szimpatikus volt. Basszus gitározott, és szinte teljesen olyan volt, mint Ted. Tökéletes volt tegnek, és a története is jó volt. A következő pozitívum Barney körül forog. Én is bírtam Barney stílusát, de örültem végre neki, hogy felnőtt. A következő pozitívum a zene. Szerintem a sorozatnak van, finálénak van a legjobb zenéje az egész sorozatban. Egy hónapig hallgattam a zenéjét. Nem tudom miért, de én mindig úgy gondoltam, hogy Ted Robinnal fog összeházasodni. Voltak részek a sorozatban, amikor már kételgettem egy kicsit, de azért örültem, hogy a sorozatnak így lett vége. Hogy jó is ez a sorozat befejezés? Hát, közel sem tökéletes, de azért jó. Ebből a képből sejtetitek, hogy miről fog szólni a következő videó. Köszönöm, ha megnéztétek a videómat, és meghallgattatok. Először láttam a YouTube-ot, még nagyon másképpen nézett ki, és a videók választéka nem terjedt tovább a macskás és kutyás cuki videókon.